Tegnap tartottuk az utolsó vezetőtanácsot az egyetemen, hogy nagyjából a kiértékelés elkezdődött az idei felvételinek az értékelése, bár még egy-két szakon zajlanak iratkozási napok ma és holnap, illetőleg felvételi vizsgák, de azért, hogy a big picture, a nagy kép az már úgy látható és összeállt. Azt látjuk a számokból, hogy a tavaly júliusi jelentkezéshez viszonyítva nagyjából ugyanott vagyunk a jelentkező arányban, tehát most is egy olyan 800 körüli jelentkező választotta a Szapienciát, vagy iratkozott be a Szapienciának valamilyen szakjára. Ez azt jelenti, lefordítva a meghirdetett helyinkre, hogy ha most makróban nézem, totálban, tehát nem egyes szakokra lebontva, akkor összességében a tandíjmentes, tehát az ingyenes helyek azok 100%-ban be vannak töltve ebben a pillanatban, a tandíj hozzájárulásos helyek pedig egy olyan 52%-ban teltek fel így ebből az első körből. Nyilván azt is jelenti, hogy bizonyos szakokon, ha ezt elkezdjük lebontani, őszre is lesz valamiféle felvételhirdetés, de összességében nagyon megnyugtató, főleg az idei érettségihez is viszonyítva egy kicsit megnyugtatók a jelentkezési számok, mert azért az idei érettségi az hozta formáját, ahogy szoktuk mondani. Az 5500 érettségire állt magyar fiatalból 3500 magyar fiatal vette sikerrel az akadályt, azért érezzük itt a nagyságrendet. Most ezen belül, ugye ezen a nagy makromutatón belül, tehát hogy 100%-ban betöltött, meg 52%-ban betöltött hozzájárulásos helyek, ha egy kicsit ezt részletezzük, akkor még egyszer ismétlem, hogy ettől függetlenül mi, ez egy makromutató, vannak olyan szakok, ahol őszre is vannak még tandíjmentes helyek, vagy akár tandíjhozzájárulásos helyek. Ami láthatóan nagy érdeklődést örvendett az idei évben, az hát természetesen a megszokott szakjaink, az informatika Marosvásárhelyen, a jog, film, operatőr, tévészak Kolozsváron, a kommunikáció, PR szakok Csíkszeredában, Vásárhelyen. Nagyon szép érdeklődés van a fordított tolmácsra. Az idén teljesen megnőtt az érdeklődés a közegészségügy szakra is. A csíkszeredai közgazdaságtudományi szakokra is volt, ahol túljelentkezés volt. Tehát ugye ezek voltak így a zászlós hajók az idei felvételiben. Ezek között van, mondom, egy-egy ilyen váratlanabb elem, amit úgy nem gondoltuk, hogy na ezen lesz ilyen sok jelentkező. És pedig? Hát például ugye ez, amit kiemeltem, a közegészségügy szak, fordító tolmács szak, ezek nagyon, éppen olvastam a minap a Maszolon, hogy háromszék, volt ez a riportsorozat, hogy a legjobb érettségizők Erdélyből, és hogy a háromszék legjobb érettségiző is oda megy, mert van dán-magyar kombináció. Tehát, hogy ez úgy látszik, hogy ebbe érdemes investálni, és érdemes, mert van rá kereslet, van hát elég körülnézni itt a táborba, ugye, hogy hányféle tolmácsba ütközik bele az ember. Úgy szintén ugye és hát ugye tehát ezek voltak azok, amelyek úgy egy kicsit jobb formájukat hozták tavaly évhez képest, a többi pedig info, számtech, mechatronika, jog, film, a csíkszeredai mérnöki szakok közül ugye a élelmiszer, bio, tehát ezek hozták a formájukat. Összességében, ha nagyon, ugye ezzel is zártam a tegnap a vezetőtanácsot, és ugye szeptemberig kellemes nyarat kívántam a kollégáknak, hogy hurrá optimizmusra nincs sok, mert azért ezek az érettségiszágok itt vannak, meg azért a demográfiai mutatóink is ott vannak, ezt most már tudjuk, de elefánt könnyek potyogtatására sincs semmi okunk, hisz mondom, ebből az látszik, hogy a Szapienci az idén is fogja hozni a formáját, tehát az a stabilizálódott 2300-2400 hallgató körül létszám, ez fenn fog maradni. És igen, végére hagytam egy egészen új elemet, mert ugye azt kérdezted az imént, hogy milyen pozitívabb fejlemények voltak, és erre egy külön gondolatot kívántam szánni. Nagyot hasított a sepsiszentgyörgyi sportedző szakunk, tehát ez... Minek köszönhetően vajon? Hát akkor ezek szerint, akik ezt a munkaerőpiac oldalról nézték, azoknak igazuk volt, ugye, mert ezt megelőzte egy megvalósíthatósági tanulmány, ezt megelőzte a helyi önkormányzatnak, a megyei önkormányzatnak, a háromszéken, vagy általában Székelyföld régiókban zajló sportfejlesztéseknek az az igénye, hogy ide szakmai utánpótlásra van szükség, minél
gyorsabban. Ugye erre mozdult rá a Sapiens, és a mostani jelentkezésekből ugye 25 helyet hirdettünk meg, és 50 valányon vannak ebben a pillanatban. Ez azt mutatja, hogy igen, igazuk volt, amikor azt mondták, hogy erre van igény, ennek van egy munkaerőpiaci felülete, és nagyon-nagyon bizakodók vagyunk, és örvendünk annak, hogy ilyen körülmények között megrostálva, felvételivel tudunk indítani egy ilyen fontos szakot, hisz ugye az mindig jobb, hogyha van válogatási lehetőség a jelentkezőkben.